Na, akkor kezdjük is ezt a mostani részt, és vágjunk bele a Yakuza nehéz küldetéseibe, és hát erre is egy kis előkészületet kell tennem, ezt hát remélem nem unjátok még ezt a mondatot tőlem, de erre most tényleg kell. A lényeg, hogy el kell loptam egy jó kis autót, és majd meglátjátok a maradékot, amiről hát remélhetőleg majd úgy tudok meglepetést okozni, hogy nem számítotok rá. Először is el kell loptam egy, hát mondjuk egy Romeo-nak örülnék, vagy egy B-Type-nak, tehát egy aránylag nem túl lassú szarautót, ó, ez is jó autó, illetve egy, ez a Beamer, ez jó autó, szóval, viszont strapabíró autót, és a Beamerek ezek egész jól szoktak működni. Na, akkor menjünk is el lefelé a Yakuza küldetésekre, és útközben figyeljünk egy bizonyos autótípusra, ami gyakran szokott előjönni. Most valamiért nem látok egyet sem. Hopp. Ó, az egy, igen, az a sportautó volt. Az egyik legjobb autó ebben a részben, tehát ebben az első pályában gyakorlatilag az a kis roadster jellegű, nem tudom, ilyen kis pörgős sportautó, hát az örök kedvenc. Most nem az fog kellene nekünk. Most egy kicsit erre kerülök, de remélem nem kell sokat itt bolyonganom ebbe a városba. Hát mennék csinálni a küldetést, de tényleg így a legegyszerűbb elkezdeni ezt a küldetést. Hopp, 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 ott volt, ott volt, ott volt, és ki is találhattátok, hogy a rendőr autóra gondoltam, és hát mit is kell csinálni a rendőr autóval. Nos, a rendőröket egy kicsit föl kell idegesítenem, hogy normálisan el tudjuk kezdeni ezt a missziót, úgyhogy a legjobb módja annak, hogy fejlegesítsük a rendőröket, hogy hát megölünk két rendőrt egy rakétavetővel, és hagyjuk bennégni őket az autóba. Kettes körözés még sajnos nem elég, hogy ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy nem, azt azért nem hagyjuk, hogy kiszedjenek az autóból, mert annak azért kevésbé örülnék, hanem elindulunk a Yakuza missziók felé, és amikor biztonságosnak érzem, akkor így kitépem magam az autóból, átváltok rakétavetőre, és megint megölök pár rendőrt. Hármas körözés, az már korrekt, de még mindig nem jó. Ugye négyes körözés a maximum, és azt szeretném elérni, de egyelőre most inkább arra megyek, hogy felvegyem a Yakuza küldetést, ami hát elég nehéz megtalálni, mert egy szigeten van gyakorlatilag, és hát nem egyszerű odáig eljutni, de remélem most nagyjából emlékszem rá, hogy így a gyakorlások alkalmából, hogy mégis merre kell lemennem. Azt mondja, hogy milyen kis szar kis utcán kell menni, nem? Nem jó? Ú, de jó, hogy nem tudtak kitépni az autóból, mert pont úgy szorítottak be. Úgyhogy majd fogunk látni egy ilyen kis emelkedőt, és akkor tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Most egyelőre nem látok. Majd de agresszívek lettek ezek a rendőrbácsik, hát ez hallatlan, és már ki is gyulladt a Romero. Az nem baj végül is, mert még ezzel még el tudok eviszkíni a küldetését, hogyha nagyon akarok, és hát miért ne akarnám. Ennek a rendőrnek annyi a kordont áttörik, és mondjuk egy négyes körözést mire elérek a játékig, és a tényleges küldetés felvételig, az már jó lenne. Ó, és igen, igen, azt hiszem ez nem az, hanem egyel arrébb kellett volna menni, úgyhogy kerülök egy picit, jó rendőr, bácsik, lyukasok. És igen, látjuk itt a fényezésen, hogy itt emelkedő jön, és akkor tudjuk, hogy erre kell jönni. Jó, nem érdekel rendőr, bácsi. És akkor szépen erre eljövünk. Hoppa, most már nagyon égünk, úgyhogy én már ki is szállok a biztonság kedvéért, és felveszem a küldetést, és megtudjuk, hogy miért kellett nekünk ez. A lényeg, hogy lefoglalták Juri Zunnak a kedvenc autóját, és ezért cserébe egy SWAT autót kért tőlünk, hogy hát valamit valamiért alapon, akkor már hogy ő sem maradjon autó nélkül, hogy hát lopjunk el neki egy SWAT autót. És ezt ugye csak úgy tudjuk ellopni, hogyha hát magunkra vonzunk elég rendőri körözöttséget, és egy ilyen négyes csillagnál nagy nehezen elő tudjuk majd hozni, hogy előjöjjön egy SWAT-os autó. Jó, és itt azért szeretek itt már rögtön idejönni rendőri készültségem, itt a Yakuzák megvédenek minket, és ami nagyon-nagyon tetszik, hogy a játék mesterséges intelligenciája úgy van megírva, hogy a rendőröknek nem az az elsődleges céljuk, hogy elfogjanak minket, vagyis az az elsődleges céljuk, de azt nem minden áron akarják megtenni. Szóval, hogyha lőnek engem, na most jól állok még. Szóval a lényeg, hogy légy szíves, ne tépjetek ki, jó, jól állok. Szóval a lényeg, hogyha elkezdik őket lőni, a rendőröket, a Yakuzák,
vagy bármelyik banda, akkor hiába követnek minket a rendőrök, ők átváltanak arra, hogy önvédelem, mert nyilván az életüket nem fogják eldobni csak azért, hogy valami szar bűnözőt elkapjanak, és meg is van ez a küldetés közben, na ilyen gyorsan összejön, hogyha megvannak a kellő képesség és tapasztalatok, hogy kitapasztaljuk ezt a küldetést és megcsinálják ezt a missziót. Ott fölveszem, ezt már itt vagyok. És igen, jól tudsz lopni, kosszáj, és Jakuzáknak nagyon sok feladata van az olyanok számára, mint te, akik hát tehetségesek. Hát ez nem igaz, mert már csak egy küldetés van hátra. Szóval a lényeg, hogy amit mondtam az elején, hogy elkezdtem pontosabban, hogy hogyha elkezdik lőni az üldöző rendőröket, akkor átváltanak az üldözőből hát ilyen önvédelemre, és elkezdik azt lőni, akik rájuk lőttek. Mert nyilván az elsődleges céljuk, hogy ne dögöljenek meg. Úgyhogy ez nagyon tetszik a játékban, hogy ezt megcsinálták. És pontosabban, hát ez így van. Nem tudom, hogy a többi GTA-ban, utána egy elég hülyék a rendőrök, de itt ebben egész ügyesen megcsinálták a mesterséges intelligenciát, annak ellenére, hogy ilyen 3-as, 4-es szint itt, gyakorlatilag még rendőr jön a játékba, és nem korda mögött áll, addig gyakorlatilag nem fog rád lőni, úgyhogy ez is elég érdekes, vagy hát jó, hogy mondjuk így könnyebb a játék, most nem könnyebb a játék, hanem hát meg lehet csinálni. Mondjuk ez a sárk, az egy jó autó lenne elkezdeni a küldetés, mert nem ez kell nekem, hanem a sárk, ami mondjuk itt van. Úgy ide beállunk ide a sávba, és mondjuk ki kell lőnünk, mert nincs időkeret, nincs konkrét időkeret a játékban, viszont nagyon, nagyon gyorsan meg kell csinálnunk ezt a küldetést. Stop the tank, ilyen egyszerű a küldetés. Az a lényeg, hogy Johnny Zhu felidegesített egy magas katonai beosztásban dolgozó hát tisztet vagy katonát, mindegy. A lényeg az, hogy az egzotikus autóit elkezdték hát széttörni, vagyis hát ugye tönkre baszni ezzel a tankkal, és hát meg kell állítani a tankot. És igazából nem is a tank megállítása az igazi kihívás ebben a küldetésben, hanem az, hogy egyrészt időben eljussunk oda, és másrészt azokat az embereket, akik ezt a tankot védik, azokat likvidáljuk a lehető leghatékonyabban, mert hát ezek szarrá lőnek minket, hogyha nem vigyázunk. Jó, ezeknek annyi. És akkor most 1, 2, nem elpusztíthatatlan a tank, tehát 3-4 rakétából meg is van ez a küldetés. Megállítottuk a tankot. Az a poén, hogy ezt a küldetést elbasztam egyszer a tesztfelvételben, és akkor úgy mondja a Johnny Zhu, tehát úgy csesz le minket, hogy hát most jó, hogy most elbukszol a küldetést, de akkor most mivel menjek? Busszal? Ez igen, elég vicces lenne, a Yakuza maffia főnök így busszal haza BKV-zik, vagy valami. És ugye mondta Johnny Zhu, hogy fantasztikus, te vagy az első számú ember, akit fel fogok hívni, hogyha megtámad minket a katonaság, úgyhogy hát ezt vihetjük, igen, ez egy egész szép dicséret, ezt mondhatjuk egy Yakuza maffia főnöktől, és hát ezzel le is tudtuk a Yakuza nehéz küldetéseket, de még a Ludikat még nem tudjuk így elkezdeni, úgyhogy sajnos egy kis Yakuza írtást most be kell vállalnunk, úgyhogy ezért elnézést is kérek a Yakuzáktól, de hát sajnos egyszer mindenkivel ki kell basznunk, úgyhogy egy kis Yakuza ölés az most talán valamennyire még belefér a repertoárukba. Főleg, hogy ennyit segítettem nekik, úgyhogy ezt talán még el is nézik, és nem fog teljesen lenulni. Hát mondjuk le fog nullázódni a respect, de még az is jó, mintha átmegy a negatívba. Úgyhogy most ezzel el leszek egy kicsit, most így elnyugtogattam őket. Na, a Lunikból egy ilyen azért már le is jött, tehát most egy kicsit elkezdtek tisztelni. Még mindig rühelnek, mint a szar, de már nem annyira. Nézzük, hol vannak még Yakuzák erre. Sírtán nem tudom, hogy mit akartam. Úgy. Ennek is annyi. Ennek is annyi. Valahogy nagyon el akartam kezdeni mondani, de a lényeg, hogy most hát már csak egy banda maradt hátra ebből a pályából, és utána végre hát gyakorlatilag nekikezdhetünk a Lunik után a második világra, amit tényleg jó rég nem láttam, úgyhogy arra szintén már elég sokat kell gyakorolnom. Na, a Lunik már nincs sok hátra abból, hogy elkezdjenek tisztelni valamennyire, vagy legalábbis neutrális állapotba menjen ez a mérő, és utána
el tudjuk kezdeni csinálni az ő küldetéseket is, mert az ő küldetéseket sem tudjuk elkezdeni, ha utálnak minket, tehát legalább a minimum az, hogy neutrálisba átmenjünk. Jó, egy jakuzának annyi még. Mi mindig tisztelnek a jakuzák, úgyhogy most már nem teljesen nagyon kóser barátok vagyunk, de azért még megmaradt ez a friendship. Mondom, kettőt már le is faragtam a Lunik 7 mérőjéből. Ez egész jó név, ezt most tetszik, ezt megjegyzem. Úgyhogy ennyi lett volna. Nem könnyűek ezek a jakuza küldetések, én is azért tudtam ezeket most megcsinálni relatíve ilyen gyorsan, mert jó sokat gyakoroltam rájuk. És én is ezt tudom ajánlani nektek, mert hogyha sokat elbasztok küldetést, akkor érdemes inkább visszatölteni az állást, nemes egyszerűséggel azért, mert hogyha elrontok egy küldetést, akkor elkezdenek utálni minket, tehát akkor lemegy a respect értelemszerűen, hogy hát nem csináltuk meg a küldetést, elbasztuk, akkor kapunk ilyen büntetést, és hogyha sokat töketlenkedünk egy küldetéssel, akkor egy idő után azt veszek észre, hogy megint el kell kezdeni bandatalokat írtani az ellenfél csapatból, mert nem tudjuk elvállalni azt a küldetést, úgyhogy... Hát mennyi jakuzát kell kinyírnom? Lehet, hogy gyorsabb lenne, hogyha rakéta vetőznék, vagy ilyesmi, de... Na. Karmageddon híve vagyok, úgy... Erre meg átugrik engem. Na de szépen vagyok, most ugorját. Hosszú lesz még ez a mai nap így. Cloud barátomnak. Na, még egy csík lement a... Luniktól, az már egész jó. Ezt beszorítom a falhoz. Úgy. Hát meg ugye ezért is pénzt kapunk azért, mert Jézusom, mennyi pénzünk van. Ők azt már nettó elfelejtettem, de szerintem nem fogjuk tudni átvinni a pénzünket, a pénzmennyiséget a következő pályára, tehát hogyha átmegyünk, akkor ott szintén egy gyakorlatilag tiszta lappal kezdünk és nulláról. És nem közelek a rendőrök, de jó. Jó, most már kicsit megutáltak a jakuzák, hát jó, mondjuk még így is el tudnám vállalni a közepes küldetéseiket, de hát ilyen egy kicsit rosszul esik nekem, mint ugye mondtam, hogy én általában mindig pozitív embert játszok, és hát így kibaszni a jakuzákkal, és így halálra gázolni őket, meg úgy gyakorlatilag bárkit, akiknek is segítettem. De hát igazából a játék az erről szól, hogy pénz beszél, gondolom tovább nem kell mondanom nektek, egész jó állapotban van még a kamionon. Jó, rendőrbácsit elengedjük, úgy, hogy nem csináltunk mi semmi rosszat. Ez, hogy jó pár ember vére tapadt már most az autónkhoz, kezünkhöz, meg aztán erről nem is beszélek. Úgy. Na, meg aztán még csak egy, igen, még két csíkot kell, mert ugye két csík után még mindig, akkor már elérjük a neutrális szintet, és akkor az már királyság. De pont nem tudtam elütni senkit. Úgy. Sok civilt nem akarok elütni, mert ők egyrészt nem adnak annyi pénzt, másrészt az szerintem jobban felidegesíti a rendőröket. Egy jakuza. A fegyveres jakuzák érnek a legtöbbet. Vagy a jakuzák, hát fegyveres bandatagok, tehát hogyha őket ütjük el, akkor az sokkal többet dob a labda, mint egy ilyen fegyver nélküli kis csicskát gázoltunk volna. Jó, nem hinnét. Úgy, és már csak pár ember kell a túlvilágra küldenünk, hogy elkezdhessük a küldetéseket, és érdekes, hogy ilyenkor így nem merül föl senkivel, hogy megkérdezzék, hogy pontosan mi is a bajunk, tehát hogy így azt látják így ezek a bandatagok, hogy jó, nem bánthatjuk az embert, mert haver, mert megsegített nekünk, de most valamiért elkezdett minket gyilkolni. Na, akkor ott van még egy platty. Már nincs sok hátra, érzem. Hát igen, most a rész ez nagyjából ebből fog állni, nem abból, hogy szenvedek a küldetésekkel, ami így is jobb, mintha szenvednék, szóval inkább így tököljek, mint hogy pontosan ki akarom számolni, hogy mennyi embert nyírjak ki. Úgy. És akkor itt még van még pár. Egy. Még kettő. Azokra rá tudok, nem tudok rá parkolni, hogyha már csak itt tudom elgázolni őket. Na, hát megyik el még ezeknek a Ludiknak, hogy végre észre legyék, hogy nekik akarok dolgozni. Na, tökéletes, véletlenül elgázoltam egyet. El tudjuk kezdeni a zöld Luni küldetéseket, úgyhogy ennek örömére el is mentem a játékot. És mi mindig nem közdök a rendőrök, de durva, nem tudom hány embert töltem meg, de hát nem keveset. Nagy ívbe letolták a zsaruk. Nem szeretnék ilyen világba jönni, és akkor szépen erre eljövünk. Mondjuk itt fölveszem a rakétavetőt, mert az...
az jól jön mindig. És muníció utánpótlás, mert azért a tankra rá kellett pazarolni párat. Ugye, ugye mondtam korábban, a tank az nem elpusztíthatatlan, de hát még így is az egyik legszívósabb járgány a játékba. Úgyhogy hát egy olyat birtokunk, akkor azzal egy nagy pusztítást tudunk végezni. Ide nem jövünk be, mert ezzel tudjuk átrakni magunkat a következő pályára. Úgyhogy ide szépen bejövünk, megjönjük a bűneinket, volt egy pár belőle a mai nap folyamán. Ennyi. Mehetünk is lóni küldetésekre, ők lesznek az utolsók, akiknek dolgozunk ebben a városban, és utána jön majd ennek a városnak a végkifejletje. Nem tudom, ki játszott a GTA 2-vel korábban, de annak nem akarom lelőni a poént, aki esetleg nem. Hogy mi lesz a leges-leges legutolsó küldetés, hogyha mindenkinek megcsinálod a misszióját, úgyhogy az még egy picit hátra van. Remélem, tetszett ez a részt, addig is, sziasztok!